Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a György István Tagiskolában, és hamarosan kezdődik egy angol verseny. Erről beszélgetünk Makulai Ibolyával. Mi is a verseny pontos neve? A versenyünk neve English is Fun, kistérségi angol nyelvi verseny. Akkor ez azt jelenti, hogy nem csak karcagi, hanem a térségből érkezett iskolások is vannak. Úgy tudom, hogy felső tagozatosokat hívtak erre a versenyre. Milyen településről érkeztek? Így van. 4 település 6 iskolájából 49 tanuló vesz részt a versenyünkön. A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium szakképzőiskola általános iskolából 12 tanuló, a Törökszent Miklósi Bethlen Gábor református általános iskolából 10 tanuló, a Berekfürdői Verez Zoltán általános iskolából 3 tanuló, a karcagi Nagykun református általános iskolából 11 tanuló, a karcagi általános iskola György István tagiskolájából 12 tanuló, és a Kovács Mihály tagiskolából 1 tanuló. Ez egy szép mezőny, tényleg számos mezőny. Mi a feladat? Tehát írásbeli is van, szóbeli is van. Mit kell a gyerekeknek tudni? Írásbeli és szóbeli forduló is van. Az írásbeli fordulón tesztlapot törtenek ki a gyermekek, a szóbeli fordulón pedig társalgási témaköröket húznak, az alapján számolnak be, és képleírás a másik feladatuk. És ki a zsűri? Tehát ki előtt adnak számot a tudásukról? Az egyes iskolák pedagógusai, a zsűri tagok, természetesen úgy, hogy a saját diákját egyetlen zsűri tag sem értékeli. Gondolom, hogy már mindenki nagyon izgul, én jó versenyzést kívánok önöknek, és hát, hogy még sok ilyen hasonló verseny legyen. Nagyon szépen köszönjük.